Több pénz jut a kulturális intézményrendszerre az idén. A korábbi 2,6 milliárdos támogatással szemben ebben az évben mintegy 4 milliárdos forrás áll rendelkezésre. Sikeresen lezártuk az átadás átvételi folyamatot. Az 1,4 milliárd forintos növekedés jelentősnek számít, amit kifejezetten a vidéki kulturális intézményrendszerre fordít az állam. Mindenhol zökenőmentesen történt meg az átadás átvétel és hogyha mindez azt is hozzátesszük, hogy, hogy a korábbihoz képest jelentős támogatást is tudunk adni az intézményekhez, mondjuk, hogy reménykedve fogadták az önkormányzatok azt az új korszakot, amely most köszönt rájuk. Cserpalkovics András úgy véli, az intézményeket olyan költségvetési támogatással kapta meg a város, amelyel biztosítható a fenntartói feladatok ellátása. Biztosítani lehet ezeknek a fenntartói feladatoknak az elvégzését. A tájékoztatón Elsimon László kultúráért felelős államtitkár bejelentett de hogy a Szent István emlékévet a magyar kormány támogatja mintegy 25 millió forinttal. Ez a pénzügyi támogatáson túl azért is fontos, mert szimbolikusan is jelzi azt, amit mi mondunk fehérváriként, hogy az emlékév az nem csak a fehérváriak számára, hanem az összmagyarság számára is egy fontos nemzeti ügy. A Szent István emlékév támogatására a honvédelmi és a kulturális költségvetésből különített célösszeget a kormány.